Mondd, milyen a név memóriád? Szerintem neked sem jó. Pedig nem a memóriával van a gond, hanem a technikával. Neveket megjegyezni egyszerűen lehet, könnyen lehet. Képzeld el azt, hogy jönnek az ügyfeleid sorban, és te pillanatok alatt azonnal mindegyiknek a nevét megjegyzed, és utána néven szólítod őket. Egyébként ennek baromi jó hatása van pszichológiai szempontból is. Nos, a név megjegyzése, mondom, csupán csak technika, és a Jobban-Jobban című könyvemben nem csak ezt árulom el, hogy hogyan lehet neveket könnyen megjegyezni, hanem egy csomó minden mást is. Nézzük tehát az egyik trükköt, ahogyan én a neveket szoktam megjegyezni. Mindig kell egy alapot megtanulni, anélkül nem megy. Ezért fogtam és kiválasztottam a leggyakoribb neveket, keresztneveket. Így jutottam el odáig, hogy Kriszta, Alíz, Kata, Tamás és Péter. A következő lépésben mindegyikhez becsuktam a szemem, és elképzeltem valamilyen képet. A Krisztánál egy kereszt jutott eszembe. Az Alíznál pedig előhívtam egy hasonló szót, a következő jött ki, hogy a liszt. Kata, hát a Kata adót hívta az agyam. A Tamásnál nézd meg azt, hogy ás, tehát az ásó volt a hívókép, és a Péternél Szent Péter esernyője, maga az esernyő. Hogyha ezeket te megtanultad, azaz egy alapot képeztél, ami nélkül nem úszhatod meg, tehát ezt meg kell tenned, akkor a következő fog történni. Belép hozzád a Kriszta, bemutatkozik, figyelj majd rá, ugye hol szoktuk elrontani, ott szoktuk elrontani, hogy te már arra figyelsz, hogy mindjárt az én nevemet kell mondani, és vajon eszembe jut-e. Ne arra figyelj. Bemutatkozik, várd meg, hogy ő mutatkozzon be először, és majd csak utána te mondod a nevet. Kriszta esetében nagyon gyorsan végig pásztázod a Krisztát, és valószínűleg valahol találsz a ruháján, vagy az ékszereim, vagy bárhol egy olyan jelet, ami a keresztre emlékeztet. Ugyanígy járunk el az Alízzal is. Alízt. A legutóbbi tanulástréningemen megjelent Alíz, egy hófehér póló van, és tele voltak szórva a pólói ilyen mindenféle színű, apró pöttyöcskékkel. Hát rögtön láttam rajta a lisztet. Kata. A Kata nálam a Kata adó. Ha megjelenik valaki egy pólóban, mint például a múltkor, és valamilyen fehér felirat volt rajta, ugyanúgy, mint nekem itt, én rögtön láttam, hogy az van oda kiírva, hogy Kata. Tehát rögzítettem azt, hogy Kata, Tamás, itt most nem betűt vagy szavakat látok ráírva valahogyan vagy jelet, hanem ásót. Amikor Tamás bemutatkozik, abban a pillanatban látom, hogy így tartja a vállán az ásót. Péter. Péterről pedig az én alapom a Szent Péter esernyője. Bemutatkozik, hogy Péter, és én pillanatok alatt látom azt, hogy esernyőt tart a kezében. Ne félj attól, hogy ha átöltöznek, vagy más tesznek, akkor nem fog eszedbe jutni a neve, de eszedbe fog jutni. Ugyanis utána már az agyadnak nem kell a mankó, el fogja dobni. Illetve az sem fordulhat elő ilyen esetben, hogy általában úgy jegyzed meg a neveket, hogy sorban ülnek, és tudod, hogy itt ült ez, itt ült az, itt ült amaz, na de mi van akkor, hogyha fölállnak, és elmozdulnak? Kész, már el is felejtetted. Így viszont a jelet viszi saját magával. Nagyon egyszerű, nagyon játékos, de biztos, hogy alapot tanulni kell hozzá. Hogyha szeretnél további trükköket tanulni tőlem,
akkor akár rendeld meg a Jobban Jobban című könyvet, mert ígérem, hogy bebizonyítom, hogy a memóriáddal az égvilágon semmi gond nincsen, csupán nem edzett a memóriád, és nem tudod, hogy hogyan működik az agyad. Vagy iratkozz fel a YouTube csatornámra, akár egy like jellel is, vagy hogyha nem tetszett, mindegy nekem. Akkor pedig egy ilyen jellel reagálj a videóra, persze annak örülök majd, hogyha feliratkozol, mert akkor a következő videóimról is kapsz értesítést. Boldog tanulást kívánok neked!